Kedves kollégák, tisztelt partnereink, támogatóink! Köszöntöm Önöket a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központjának Digitális Téma Hét Teach Meet programján. Az esemény az EFOP 3215 projekt keretében valósul meg. Gratulálunk minden a Digitális Téma Hét 2020 programján részt vett és díjazott pedagógusnak, illetve diákjaiknak a kiemelkedő teljesítményükért. A témahét idei nyertesei közül sokan a COVID-19 járványhelyzetből adódó nehézségekkel is megküzdve a digitális munkarend alatt valósították meg projektjeiket. A most következő online konferencia keretében tehát olyan digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekteket ismerhetünk meg, amelyek a távtanítási környezetre adaptált, vagy éppen az új online környezet kihívásaira válaszként született kiváló tanulási folyamatok. Engem Vásárhelyi Virágnak hívnak, a Teach Meet házigazdája leszek. Hallgassák most meg dr. Főző Attila László, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ senior digitális fejlesztőjének konferencia nyitó beszédét. Kedves kollégák! Immár hagyomány, hogy a digitális témahét díjátadóját egy minikonferencia követi, amelyen a legjobb, legsikeresebb projektek rövid előadások formájában mutatkoznak be. Ebben az évben online díjátadó és online minikonferencia valósul meg, elsősorban a járványhelyzet miatt. A járványhelyzet magát a digitális témahetet is befolyásolta, hiszen a tervezetnél sokkal hosszabb volt, sokkal szélesebb spektrumát érintette a tanári munkának, hiszen az otthontanulás és a távtanítás körülményei között nagyon sok tanár a projektekben látta a megoldást, a digitális technológiával segített projektekben látta a lehetőséget, hogy azokat a fejlesztési célokat, a digitális kompetencia fejlesztését megvalósítsák, amelyeket terveztek. Sok tanár kényszerült arra, hogy megváltoztassa a terveit, és ezért sok különleges megoldást láttunk a pályázatokban és a szakmai közösségeinkben. Voltak közöttük egészen brilliáns megoldások is, és olyan példák, amelyek azt hiszem, hogy később a normál oktatásba visszatérve is jól alkalmazhatók. Nagyon sokat tanultunk ez alatt a néhány hónap alatt, nagyon sokat tanultunk ebből a digitális témahétből, és nagyon remélem, hogy a sikeres megoldások, az innovatív megoldások lesznek azok, amik maradandóak lesznek, és segítenek abban, hogy a gyerekek számára olyan projekteket tervezzünk, amelyek valóban élvezetesek, sikeresek és 21. századiak. A mai alkalommal 15 olyan előadást fogunk meghallgatni, amelyek díjazottak lettek a mai díjátadó során. Nem ezek az egyetlen díjazott pályázatok ebben a 2020-as évben, azonban a hagyományok a szíven csak egy része mutatkozik be rögtön a díjátadó után, de biztos vagyok abban, hogy a többi pályázó, a többi díjazott is majd valamikor egy webináriumon, egy szakmai műhelyen, egy előadáson, akár a Code Weeken, akár a digitális témahétre való felkészülés során bemutathatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket szerzett ezekben a hónapokban. Szeretnék mindenkinek gratulálni, azoknak is, akik ma itt előadnak, és azoknak is, akik majd csak később fogják bemutatni kiváló projektjeiket. Köszönjük Attila a méltató szavaidat! A Teach Meet kezdése előtt felhívom a konferencia résztvevőinek figyelmét, hogy az előadásokkal kapcsolatos kérdéseiket a kérdések válaszok funkcióban tudják feltenni. Kérjük, nevezzék meg, kihez szól a kérdés a nyomon követhetőség miatt. Elsőként a legaktívabb külhoni közösségek kategória díjazottjai mutatkoznak meg. Felkérem magiszter Kőrös Szilviát, hogy mutassa be a projektjét. Átadom a szót Szilviának.
Szeretettel köszöntök mindenkit Vágsejéről, Szlovákiából. Körös Szilvia vagyok, a Pázmány Péter alapiskola és óvoda igazgató helyettese. Projektünk címe a folyó, amely összeköt. Ebben a projektben a Vág folyó történetét dolgoztuk fel, az élővilágot és azokat a településeket mutattuk be, amelyeket valóban összeköt ez a projekt, ez a folyó. Fogadjátok szeretettel a bemutatkozó videónkat. A digitális témahétbe 2020-ban másodszor kapcsolódtunk be iskolánkkal. Ebben az évben a projektnek a folyó, amely összeköt címet adtuk. Alapgondolata a Vág folyóról szóló információk felkutatása, a természet és élővilág megfigyelése volt, amelyet kibővítettünk a vágmenti településekről, a vízerőművekről, a térségben található gyógyfürdőkről szóló ismeretekkel. A projektben 170 tanuló és 22 pedagógus vett részt. A munkát még novemberben kezdtük. Első lépés volt a kutató munka, történelmi dokumentumok között információk keresése és feldolgozása. Kreatív pedagógusaink vezetésével elindult a kavicsfestés, megalkottuk a Vágpart egy részének makettjét, valamint készítettünk egy kis halászkunyhót, bemutatva ezzel a környékbeli halászok munkáját. A negyedikesek hidat terveztek a Vág folyóra, majd elkészítették annak a makettjét. Erre a hídra a valóságban is nagy szükségünk lenne. A régió településeinek címereit a Tinkercad programban rajzolták meg a nyolcadikosok, és 3D nyomtatóval kinyomtatták őket. Ezek azok a települések, amelyeket a Vág folyó története valóban összeköt. Prezentációk készültek a témával kapcsolatosan, amelyből bemutatót tartottunk a többi osztály diákjainak. Az egyes osztályok kvízversenyen mérték összetudásukat. A tanítási órák keretében nagyon szép képzőművészeti alkotások születtek. Készítettünk herbáriumot, amelyet később digitálisan is feldolgoztunk. Fotópályázatot hirdettünk, ahol nem csak a folyópart szépségeit, de a környezet szennyezés nyomait is megörökítették a gyerekek. Ezután jött az ötlet, hogy készítsenek a hulladékból játékokat. A gyerekek a szülőket is bevonták, és együttes erővel fantasztikus dolgokat hoztak létre. Az informatika órákon programoztunk a Scratchben és a Python programozási nyelvben is. Lépésszámlálót csináltunk a Mikrobit alkalmazásával, amellyel a folyópartjának városunkat érintő hosszát szerettük volna lemérni, de közbeszólt a koronavírus. A távoktatás során nagy örömünkre a szülők a gyerekekkel együtt rövid videófilmeket készítettek. További rajzok és tanulói alkotások is születtek. Az online órákon folyamatosan foglalkoztunk a projekt témáival. A pedagógusok alaptesztek segítségével játékos formában mérték fel a tanulók tudásszintjét. Júniusban rövid időre visszatérhettünk az iskolába, ekkor a közeli parkerdőbe látogattunk el, ahol megnéztük a tanúsvényt. A projekt anyagait feltöltöttük az iskola weboldalára is. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük a bemutatót, Szilvia! Nagyon szépen építkező projekt folyamatot láthattunk. A gyerekek önálló, illetve szülőkkel közösen létrehozott produktumai rámutattak arra, hogy a projektmódszer egyik a karanténhelyzettől függetlenül komoly erőforrásokat jelentő kritériuma a diák-szülő-tanár együttműködés hangsúlyossága. Ennek az együttműködésnek a folyó nem csak témát, de egy szimbolikus jelentés réteget is adott. A következő előadó Rekics Muci Natália, a Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola pedagógusa, aki videójában a Kalandozások az ókori Egyiptomban című projektjéről mesél. Hallgassuk őt meg! Tisztelt jelenlévők, Rekics Muci Natália vagyok, és a Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola nevében köszöntöm Önöket. Mitől jó egy történet? Divat még az olvasás? Ami régi, az elavult is? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre próbáltunk választ találni projektünkkel. Hogy minél sokoldalúbban dolgozzuk fel a témát, tanulócsoportokat alakítottunk ki, és egy-egy szaktanár vezetésével idegen nyelvi képzőművészet és történelmi szempontok alapján közelítettük meg a témát. Az angol nyelvi csoportot írók és olvasók csapatjára osztottuk még fel. Az írók feladata volt a keret történet megírásába,
és népszerűsít, megírása és népszerűsítése, az olvasók csoportja pedig megismerkedett a témával, és elolvasták az írók munkáit, véleményezték azokat. Az első fejezetet az írók készen kapták, és megírták, elkészítették a szereplők jellemrajzát hozzá. Mielőtt hozzákezdtek volna a második fejezet megírásához, egy digitális szabadulószoba játékot játszottak, hogy megtudják, hogyan folytatódik a szereplők története az ókori Egyiptomban. Ezt követte a fejezetek írása, melynél Boom Writer felületen dolgoztak. Minden fejezetnél kaptak utasítást, javaslatot, hogyan folytathatják a történetet, valamint a témához kapcsolódó szógyűjteményt. A megért fejezeteket Rizzi könyvszerkesztővel fűzték össze, és Canva oldalán készítették el a borítékot. Egy könyv akkor jó, ha olvassák, és úgy fejlődhet egy író, ha visszajelzést kap a munkájáról. A tanulók párokban olvasták az írók műveit, és megvitathatták, megbeszélhették, hogy melyik változat tetszett nekik, mit hiányoltak benne, és melyik volt a kedvencük. Más érdekességek is szerepeltek a projektünk programjában. A negyedikesek bíbotok segítségével ismerkedtek meg a hieroglifákkal, a nyolcadikosok pedig a biztonságos internet használatban mélyedtek el Juhász Kozma Szuzanna tanárnő vezetésével. Szintén ő vele dolgozták fel az ötödikesek a kerettörténetet egy képregény formájában. Szedlár Barna Rózsa tanárnő és Orovec János tanár úr tavaly is már sikeresen gazdagították kiváló munkáikkal a projektünket, nem különben idén is. Lódi Csilla történelem szakos tanárnő pedig kihasználta a Mozaik könyvkiadó által nyújtott lehetőségeket, a távoktatás során is videokonferencián mélyítette a diákjai tudását az ókori Egyiptomból. A második osztályosok rendhagyó hittanórán vehettek részt, ők az egyiptomi kivonulásról készítettek pályát a Szkotikó társas játékhoz. Természetesen ez csak egy töredéke mindannak a munkának, amelyet az elmúlt hónapokban végeztünk, a projektterv és az online beszámoló ezeken a hivatkozásokon található. Akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a projekt, köszönöm a figyelmet! Köszönjük a bemutatót Natáliának is. Izgalmas látni azt, ahogy egy téma köré megszületnek az életkori sajátosságokra koncentráló, játékos és motiváló tevékenységek. A gyerekek önállóan szerzett tudását a közös, fejlesztő értékelésre épülő megbeszélések tovább mélyítették, lehetőséget teremtve arra, hogy a gyerekekből valóban olvasók váljanak. A külhoni intézmények bemutatkozását Bartis Erika folytatja, át is adom a szót Erikának. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök mindenkit Erdélyből. Bartis Erika vagyok, a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola történelem szakos tanára. Nagyon örülök ennek a díjnak, mert ezzel bizonyítjuk, hogy beléptünk a digitális oktatás korába, és nem csak azért, mert a jelenlegi helyzet úgy hozta, hogy muszáj alkalmazni a digitális eszközöket, hanem azért is, mert haladunk a korral, illetve a tanulóinkkal. Projektünket Molnár Anna Mária magyar nyelv és irodalom szakos kolléganőmmel készítettük, ezt ismerhetik meg most. A Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola projektjét mutatom be. Idén először jelentkeztünk a digitális témahétre a Mindannyian Hősök Vagyunk című projektünkkel. Nemünkkel ellentétben általános iskola is vagyunk, a hatodik osztályosokkal dolgoztunk. Mi is történt? Először felmértük az előzetes tudásukat a hősök témában, egy közös szófelhőt alkottunk. Ezután a hatodikások egy hétköznapi emberről szóló szöveget kellett átalakítsanak, élhetőbbé tegyék a Csabi életét. Ez alatt a hatodik B-osztállyal, a történelmi hősökkel dolgoztunk, az erdélyi fejedelmeket jártuk körül egy közös Google diák prezentáció készítésével, amelyből a hatodikások egy kahut játékot hoztak létre, és végül a két osztály közösen lejátszotta mindenki nagy örömére.
Ezután a gyerekek saját hőseik lesznek, a saját életüket kellett elképzelniük 10-20 év múlva, nagyon érdekes szövegek keletkeztek. A negyedik pontban ki kellett választaniuk egy regényt, amelynek hősével szeretnének foglalkozni a következő időszakban. Mindenki egy általa választott digitális eszköz segítségével kellett bemutassa a regény hősét. Itt is nagyon érdekes bemutatók születtek, készült PowerPointos bemutató, szófelhő, jellemtérkép és képregény is. Végül a Mindennapok hőse címet ítélték oda valakinek, és nagyon érdekes volt, hogy sokan saját szüleiknek akarták a díjat adni. A projektet háromféleképpen értékeltük ki, készítettünk kérdőívet, SWOT-analízist és Zoom felületén megbeszélést tartottunk. Magát a projektet a Padletünkön lehet megnézni, illetve a digitális témahét Padletjén is megtalálható. Eredményeink közül a játszva tanulást és az élményeket emelném ki, valamint a tanulók személyes bevonódását. A digitális írástudás fejlődése terén érdekes volt megtapasztalni, hogy azt hittük, mindenki nagyon jól használja a digitális eszközöket, ezzel szemben van hová fejlődnünk. Jövő évi terveink, szeretnénk folytatni a projektet, és több kollégát, illetve tanulót akarunk bevonni, már megvannak a terveink. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük a bemutatót, Erika! Kiváló ötlet a hősfogalmára épülő alapkérdéssel indítani egy projektet, hiszen lehetőséget ad arra, hogy korszakokat átívelve irodalmi példákon keresztül diákjaink önmagukat és világban betöltött szerepüket mélyebben megismerjék. A következő pedagógus kategóriában díjazott projektek első előadása szintén az ön- és társismeretre ösztönöz, amelyet a tanulási környezet a kollégium különösen érdekessé és fontossá tett. Somorjai Karola és Tráserné Horváth Anna Mária bemutatója következik, át is adom a szót a kollégáknak. Szeretettel köszöntünk mindenkit! A Szegedi Karolina iskolából jöttünk, egy kollégiumi projektet valósítottunk meg, melynek címe Egy klikkes nemzedék vagyunk, de többek szeretnénk lenni. A játékot, mint közösségformáló erőt vizsgáltuk meg, és ebből egy projektblokk született, kisfilmünk erről szól. Szegeden, a Karolina iskolában a 25 fős kollégiumi csoportunkkal ugyanúgy kezdődött a tanév, mint általában. Elmúlt a nyár, és unottan vártuk a dolgos hétköznapokat. Izgalomra adott okot, hogy új koleszosok érkeztek a csoportba, és a kölcsönös méregetés elkezdődött. Októberre szembesültünk néhány problémával, melyeket kudarcként éltünk meg. Bár a gyerekek közösségi portálokon ismerősök, ugyanakkor élőben ritkán és felületesen kommunikálnak. Az e-maileket nem nézik, segítséget nem kérnek egymástól, a szobákban nem járnak át, és tulajdonképpen döcög minden közösségi dolgunk. Csoportfoglalkozáson kimondtuk, hogy ez az állapot magától nem fog megváltozni, és határozott igényt fogalmaztak meg a gyerekek arról, hogy változtassunk. Szerették volna, hogy szorosabbá váljanak a közösségen belüli kapcsolatok. Ez már fér siker. Ami biztos, mindenki, minden kollégista szeret aludni, enni, az online térbe szabadon élni és játszani. De milyen a mindenkinek megfelelő játék? Online? Offline? Egyedül? Társaságban? Elhatároztuk, hogy játékot készítünk, és ehhez feltérképeztük a környezetünket. Mikroprojektekben gondolkodtunk. Milyen legyen a játék? Hogyan alakul a munka? Létrejön a csirke design csoport, a videósok csoportja, az interjúkészítők és a játékkészítők csoportjai, és természetesen mindenki próbajátékos.
projekt tartalma alatt rendszeresek voltak a megbeszélések, melyeken értékeltük a közös munkát. Fontossá vált, hogy önmagukról visszajelzést kapjanak a gyerekek, és megtanulják önmagukat és egymást értékelni. A projektból minden bejegyzése szívvel, lelkesedéssel készült, de az értékelések bejegyzései valamennyiünk számára igen tanulságosak lehetnek. Jó szórakozást kívánok a szubjektív beszámolók és játékok megvalósítását dokumentáló projektblog olvasásához. A következő év digitális téma hetére nagy várakozással és nagy vállalkozással készülünk. Köszönjük a bemutatót Anna Máriáéknak is. A pedagógiai gyakorlatunk során kialakult problémahelyzetekre reagáló, arra lehetséges megoldást kereső projektek eredménye túlmutat egy téma feldolgozásán az eredmények tekintetében. Olyan közös élmény, tapasztalatot szerezhettek a projekt során a diákok a közösségről, a közös gondolkodás élményéről, amely hosszú távon is kihat a tanulásukra. A következő előadónk Hippik Angéla, akinek át is adom a szót. Angéla, arra kérlek, hogy kapcsold be a mikrofont, hogy halljunk téged. Köszönöm. Hippik Angéla vagyok, a budapesti szlovák iskola tanára, és hozzuk divatba a matekot projektem nyert. Nagyon örülök, hogy az együttműködési díjat is elhozta ez a projekt. Az Aszó Dél-Evangélikus Petőfi Gimnázium általános iskola és kollégium csapata csatlakozott hozzánk ebben a projektben. Fogadják szeretettel a bemutatkozó videót. Matematika, a tudás és a tudomány fontos részét képezi az emberiség egész történetében, már neki is van világnapja, a szlovák iskola negyedik alkalommal csatlakozott a DTH programhoz, hozzuk divatba a matekot projekt során megtapasztalhatták, hogy a tudományok szolgáló leánya mennyire jelen van a mindennapi életben. Ahhoz, hogy a projekt záró matrixon megvalósulhasson, résztvevőknek okosodnia kellett. Kommunikációs felületnek egy digitális folyóságot választottunk, amelyre kitűztük az aktuális feladatokat, értékelő táblázatokat és a hasznosnak ítélt információmorzsákat. Igazi kutató munka kezdődött, életre keltek a kiválasztott matematikusok, e-postaládát, közösségi média profilt kaptak, és utazási irodák munkásságukkal kapcsolatos utakat szervezve tették mozóba a matematika tudományát. A diákok nagy gonddal tervezgették a játékos foglalkozásokat, előkerültek a kísérleti eszközök, segédeszközök, volt itt minden, mi számtannak ingere, a minikonferencián arra is fény derült, hogy mit keres a pingpong labda a tojástartóban, vagy a tanárnő plüsinszíja az iskolai projektben. A projekt ezen része humán területre tévedt. Nagy szerepet kaptak az érzelmek, a színpadi megjelenés és a díszlettervezés is. Berendezésre került a színházterem. Idővonalnak álcázott szárítókötél, könyvként funkcionáló tablettároló, de kiskocsinbe utazó ajándékdoboz is a képzelet szárnyalását támogatja majd. Helyére kerültek az előadást kísérő prezi darabkái videógurunk mesés mozgóképei nyomán. És a szomorú péntek, a jó kis szerdai főpróba.
Köszönjük a videót Angélának. Egy izgalmas, kreatív kerettörténet a lehetőségek tárházát nyitja meg a tantárgyak, a tudományterületek összekapcsolására. A járványhelyzet miatt meg nem valósult előadás bizonyára kellemes közös emlék, egyúttal egy kreatív csapatépítő kezdés lehet majd az iskolában, illetve lehetőséget teremt a két díj közös megünneplésére is. Horváth Anita és Horváthné Gyurisán Szabina már rendhagyó nyomozást is szerveztek, idén pedig egy nem mindennapi utazásra hívnak minket. Átadom a szót a két kollégának. Üdvözlök mi is mindenkit, kolléganőm Horváth Anita, én pedig Horváthné Gyurisán Szabina vagyok, a Soproni SC Handel Nándor szakképzőiskolájában dolgozunk. Projektünk részleteibe engedjétek meg, hogy digitális asszisztensük vezessen betéteket. Tisztelt utasaink! Önök a Daidalos Airlines DTH-2020-as járatának Degree Agency által indított különjáratán ülnek. Kísérői útjuk során Szabina és Anita. Kérem csatolják be öveiket, dőljenek hátra és élvezzék az utazást. A maszkok használata a kellő távolság miatt nem kötelező. Amíg megkezdjük a felszállást, néhány szóban bemutatom az ügynökséget. A Degree Agency egy 2019-ben indított sikeres startup vállalkozás jogutódja, amely folyamatosan az ifjúság testi, lelki, szakmai és tudományos fejlődését tartja szem előtt, különös tekintettel a digitális technológiákra, a programozásra, a biztonságos internet használatra, mindeközben támogatva a rászoruló tanulókat is. A cég munkatársai csapatokban végzik munkájukat, marketing, szoftverfejlesztés, pénzügyi és vállalkozási területeken egyaránt. A bekerülés nem egyszerű, a nyitott pozíciók meghirdetését követően több fordulóban méretnek meg a leendő alkalmazottak. A felvételt nyert munkatársak feladatai. Költségvetés tervezés és vezetés. Munkaidő és tevékenység nyilvántartás. Szoftverfejlesztés. Arculattervezés. Alvállalkozások megbízása. Desztinációk összeállítása. Utazási kiállításon való részvétel és a hozzá kapcsolódó marketing tevékenység révén számos tervező és kivitelező feladat hárult a munkavállalókra, melytől a világot ostromló vírus sem tántoríthatta el a kollégákat. Digitális eklésziák keretében tarthatták a kapcsolatot egymással és a vezetőséggel. Az utazás időtartamára számtalan unaloműzővel készült az ügynökség minden csoportja. Filmajánlók, társasjátékok, rejtvények állnak az utasaink rendelkezésére. Zeus az utazás teljes időtartama alatt villámok helyett természetesen wifit szór, melyhez kapcsolódhatnak bátran, hiszen az ügynökség munkatársai nem csak használják, hanem fejlesztik is a különböző applikációkat. Ezeket önök is kipróbálhatják. A görög honban való tartózkodás idejére a városnézés mellett. Sportolási lehetőségek. Ismeretterjesztő applikációk. Véradás hipokrateszi módon. Olimpiai riportok. Licit az agórán. Természettudományos ismeretek bővítése. Búcsúzásként pedig táncos vacsoraest és színházi előadás színesíti a programot. De haza csak azt érhet, aki bejut a Minotaurus hírhet labirintusába, kinyitja a kincset rejtő ládát és kijut onnan. Köszönjük együttműködő partnereink támogató munkáját. Kellemes utazást kívánunk! Thank you.
Köszönjük a kreatív és nagyon részletes bemutatót Szabinaiknak. A kerettörténet által felkínált szerepek megteltek valódi tudással. A projektproduktumokat sokrétű és komplex képességfejlesztést biztosító tevékenységek mentén hozták létre a tanulók. A Teach Me-t Tótné Keller Szilvia első helyezett pedagógus folytatja. Szilvia, átadom a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit. Tótné Keller Szilvia vagyok, az Újpesti Bajza József Általános Iskola tanítója. Az én projektem címe Erdei Séta VUK-kal, amit negyedik osztályos gyerekekkel valósítottam meg. Valójában még el sem hiszem, hogy megnyertem ezt a díjat. Szerintem a gyerekek is nagyon fognak örülni a hírnek, úgyhogy sétáljanak velünk egyet. Szeretettel köszöntök mindenkit erdei sétánkon, VUK-kal. Minden évben feldolgozunk egy szép irodalmi művet az olvasás óra keretein belül. Idén Fekete István VUK című regényét választottuk, mert ez az osztály nagyon természetkedvelő. Szeretik az állatokat. A rókához személyes élmények is társulnak a nyári táborból. A projekt fő célja olvasási és szövegértési készség fejlesztése. A gyerekek csapatokba dolgoztak, ami nagyon erősen összekovácsolta őket, fejlesztette az együttműködő képességüket és a kreativitásukat. Az alapkérdésünk az volt, hogy hogyan boldogul egy élőlény a környezetében. Projekt szinten pedig azt jártuk körbe, hogy mit tettünk az erdők védelmében. Hogyan vigyázhatunk az erdei állatokra? A gyerekek építettek VUK-nak és karaknak papírból és Minecraftból is várakat, de még a vadászházát is átalakították, modernizálták. A projekt eredetileg iskolai környezetre volt tervezve, de menet közben az online oktatás bevezetésével átalakult a terv, és digitális oktatással folytatódott az elkezdett tevékenység. A csapatmunkák és a megbeszélések Linoit és Hashtag School felületen folytatódtak. A formatív értékelés végigkísérte az egész projektet, a projekt elején előzetes tudásfelmérése történt, majd egyéni és csoportos előre kidolgozott táblázatok és ellenőrző kérdések kísérték végig a folyamatot. Lezárásként a témazáró felmérés is megtörtént. Majd megszületett a tanulói produktum, egy kódpálya formájában. A történet egy akadályversennyel zárult, ahol az iskola többi tanulója is bekapcsolódott. A gyerekek feladatokat, kérdéseket állítottak össze alsós társaiknak. A vírus miatt a gyakorlati feladatok elmaradtak, de tervezzük ezek megvalósítását szeptemberre. A gyerekek így értékelték a közös munkát. A legizgalmasabb, amikor a rókavárat csináltuk, mert akkor jó volt, hogy délután festegetni, meg viccelődni. Szerintem jól dolgoztunk össze így együtt, és jó volt a csapatunk is. Mindenkinek voltak jó ötletei, és így tökéletes, megfelelő eredmény született. Munkat vukvadászni tanult. Azt tetszik a könyvben, hogy a kis VUK sok nehézség árán igazi szeretőkre válik. A könyv főszereplője VUK egy furfangos, vicces és szeretetre Nekem azt tetszett a VUK projektben a legjobban, amikor meg kellett építeni a róka varmakekjét, és a wordvallos, illetve a learning apps-os feladatok is jók voltak. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük a kreatív bemutatót
Szilviának is. A legkisebbeket megmozgató játékos és az irodalmat a környezettudatossággal összekapcsoló projekt minden bizonnyal az egyik legkedvesebb olvasmány élményé varázsolták Fekete István regényét. Most pedig következzenek az intézményi kategória díjazottjai. Elsőként Izsák Dávid Pál következik. Dávid, át is adom a szót neked. Szeretettel köszöntök mindenkit. Török Bálintról, az Imád Ignác általános iskolából. Mi, nekünk a projektünknek a címe határtalanul a Kárpát-medencében volt. A projektünkkel szerettem volna, hogy a tanulók találkozzanak a nagyon aktuális kérdéssel, magyarság és nemzetiségek a Kárpát-medencében. Problematikával foglalkoztunk, és az egész projektünket végül is egy kalandpályába pakoltuk bele a Minecraftba, erre egy videót készítettünk. A Kárpát-medencében a Török Bálint Imád Ignác általános iskola projektje a karantén alatt 2020-ban a digitális téma hétre. Projektünkben a következő témákkal foglalkoztunk. Magyarok a Kárpát-medencében, nemzetiségek a Kárpát-medencében. Írók, költők, várak, csaták és hősök. Kalandpályát csináltunk, határtalanul kirándulás, időutazással. És végül volt egy rajzpályázatunk is. Csatlakoztunk a Bucsi Katona Mihály Alapiskola felhívásához, és közösen vettünk részt a Magyarok a Kárpát-medencében nagyobb projektben. Most nézzük meg a kalandpályát. A Minecraft világunk alapja egyre több iskolával közösen szerkesztett interaktív térkép volt. Iskolából indult a kalandpálya, az iskolában készültünk egy határtalanul pályázatra, és az osztályfőnökkel az órán beszélgettünk erről. Közben megbeszéltük, hogy merre fogunk menni, mit fogunk megnézni, és valahogy elkalódva, egy utat követve mi egy időgépre leltünk, és az időgép minket elrepít majd a múltba. Itt egy projektnapló látható, amit a gyerekek itt a Minecraft-on belül is vezettek. Itt az időgépből pedig el tudunk menni, hát nem így, hanem teleportálva majd. Az első állomás a Pusztavár épülete, Római Komloskánál található, itt ruszinok élnek. Az első várnál a feladatunk csak annyi, hogy összegyűjtsünk nyersanyagokat, különböző térképeket, eszközöket, hogy majd meg tudjunk küzdeni a törökkel. A következő állomás itt most Kőszeg, Kőszegi Jurisics vár. Itt be kell jutnunk, először is egy videó megtekintése után meg lehet nézni, hogy kell bemenni, kinyílik a kapu, és a várban itt is minket több interaktív feladat fogad. Kőszegről tovább megyünk, a következő állomás pedig Szigetvár. Szigetvárnál Zrínyékkel találkozunk. Itt is az első feladat az, hogy bejussunk a várba, különböző kommandblokkos egyéb megoldással lehet a kalandpályán tovább haladnunk. A váron belül különböző házakban pedig tematikusan vannak berendezve ezek a házak, megint csak interaktív és egyéb ügyességi feladatokat találunk. Ezeket az interaktív feladatokat külső oldalakon találjuk meg, és innen linkekkel tudunk oda eljutni. Elvisz minket a link arra azokra az oldalakra, mint itt például egy idővonalhoz. Hasznos információkat lehet szerezni a ládákban elrejtett könyvekből, és ha sikerül, akkor még magával Zrínyi Miklossal is találkozunk, aki tanáccsal lát el bennünket. Ügyesek voltunk, visszajuthatunk a jelenbe, és elvesnyelhetjük osztálytársainknak a kalandjainkat. Köszönjük, Dávid, az előadást! A Minecraft interaktív a projekt témáját több tantárgy felől megközelítő feladatokkal való kiegészítése kiváló és újszerű digitális pedagógiai módszertani megoldás. Továbbá a különböző várak és kapcsolódó hősök mélyebb vizsgálata elmélyíti a történelmi múlt értelmezési lehetőségeit. A következő bemutatónk Nógrádi Lászlóval folytatódik, át is adom a szót Laciéknak. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, Nógrádi László vagyok, a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola informatika tanára. A természet szépsége elég a boldogsághoz.
Erre a kérdésre kereste a választ intézményünk 186 tanulója és 13 pedagógusa, Radnóti Miklós életét és költészetét kutatva a digitális technika segítségével. Az eredmény egy vakergyűjtemény lett korosztályhoz igazodó változatos Web2-es alkalmazásokkal, videófelvételekkel, prezentációkkal. Mindenről egy videót készítettünk. Tisztelettel üdvözlök minden szervezőt, támogatót és résztvevőt ennek a speciális körülmények között lezajlott digitális témahétnek az ugyancsak nem átlagos eredmény hirdetésén. Nagy megtiszteltetés, hogy iskolány pályázati munkáját érdemesnek találták az értékelők arra, hogy tényleg csak röviden néhány mondatban itt is bemutathassuk. Radnótisnak lenni sok előnnyel jár. Intézményünk több mint 110 éves, komoly hagyományokkal. A belváros szívében vagyunk, amiből adódóan rengeteg városi programon veszünk részt. De a sok programból hosszú évek óta kiemelkedik a május első hetében megrendezésre kerülő Radnóti nap. Ez idén sem volt másként. Pontosabban minden másként volt, mint minden március közepe óta. Nem Radnóti nap, hanem Radnóti hét került megszervezésre, persze online. És ha már az élet úgy hozta, akkor a kettő az egy formában, egyúttal ez a hét lett a mi digitális témahetünk is. Mint mindig, természetesen ebben az évben is a költő munkásságához, életéhez kötődtek a pályamunkák, feladatok. Iskolánk teljes létszámban részt vett a munkában, amit szerencsére a többség nem is onnan fogott fel. Ezt itt is szeretném megköszönni kollégáinknak, tanulóinknak. Ezt a nem kis feladatot jelentősen megkönnyítette, hogy a Radnóti már harmadik éve informatika tagozatos, így az információtechnológia mindennapi használata a többség számára nem jelent gondot, legalábbis a nagy átlaghoz képest. Hogy ez még kevésbé legyen így, rengeteg saját fejlesztésű IT tananyag érhető el honlapunkról online. Ezek jelentős része a jelen bemutatóhoz hasonló módon képernyőfelvétellel készült videós prezentáció. A DTA-hoz pedig néhány további hasonló támogató anyag is készült. Minden évfolyam a saját tudás szintjén oldotta meg a feladatokat. Az alsó tagozaton sok játékos feladat volt, totó, kvíz, puzzle, na és persze éneklés, versmondás. Utóbbiakat homevideóban dokumentálták a tanulói, na jó, persze némi szülői segédlettel. A rajzokból virtuális kiállítás készült a talán kevésbé ismert Animoto programmal. A felsősök már saját verseket írtak és adtak elő, illetve a költő pályáját, életútját bemutató prezentációkat, interaktív térképeket hoztak létre. Nem akárhogy, közös munkával, hiszen az erre a célra felhasznált Google alkalmazások, a Google Diák, illetve a Google Maps ezt lehetővé teszik. A végtermék azután egy vakelegyűjtemény lett, ami szintén elérhető intézményünk, természetesen responszív, Layer Slider-es webhelyéről. Egy ütemény megtekintéséhez mindenkinek jó szórakozást kívánunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük Lászlónak is az előadást. Egy intézmény minden diákját megmozgatni egy adott téma köré építve hatalmas kihívás. Az online kollaboratív tanulás számos lehetőségére láthattunk a projektben izgalmas példát. Most pedig Vargáni Gyömrei Anita következik, akinek át is adom a szót. Sok szeretettel köszöntöm a Teach Meet résztvevőit. Vargáné Gyömre Janita vagyok, az Orosházi Vörös Marti Mihály Általános Iskola pedagógusa. Az idei digitális témahét projektünk, az iskolánk 30. Madarak és Fák napja alkalmához kapcsolódott. A projektet Csikósné Csó Anita és Libor Roland kollégáimmal valósítottuk meg, ahol a gyerekek az általuk tervezett és 3D nyomtatóba nyomtatott plakettet is készítettek. A többi részletet pedig Roland fogja videóban bemutatni. Sok szeretettel köszöntöm a digitális témáit online konferencia nézőit. Én Libor Roland vagyok, az Orosházi Vörös Marti Mihály Általános Iskola informatika szakos tanára. Az idei témaitra választott témánk a Madarak és Fák napja volt. Iskolánkban nagy hagyománya van a jeles nap megünneplésének, ilyenkor az egész iskolát és az egész várost megmozgató eseménysorozatot rendezünk,
amivel a tanulóink környezettudatos nevelését igyekszünk erősíteni. Az idei év különösen fontos lett volna, ugyanis a jubileumi 30. madarak és fák napját tartottuk volna, ha a karanténhelyzet nem szól közbe. A felsős tanulóink feladataiból szeretnék most néhányat bemutatni. A 6. osztályosoknak több feladatuk is volt. Színes plakátot készítettek a Microsoft Publisher program segítségével, illetve online tesztet is vártunk tőlük, amelyet a 2020-as év állatairól, növényeiről szólt. Használták a már jól ismert Scratch programot, de akadtak olyanok is, akik merészebbek voltak, és valamelyik online kvízkészítő alkalmazásban dolgoztak, például a World Warban. A 7. osztálya a lezárás idején éppen az LCD-re képszerkesztés moduljával ismerkedtünk, így kézenfekvő volt, hogy számukra képszerkesztéses feladatot adunk. A GIMP programban kellett egy olyan képet létrehozniuk, amelyen megjelenik néhány az évjeles állataiból vagy növényeiből. A 8-osok két feladatot kaptak. Az elsőben a Powtoon alkalmazással kellett megismerkedniük, és abban egy rövid animációt létrehozni állatvédelem témában. A másodikban pedig a Google webhelyek használatával kellett egy olyan weblapot kialakítani, amely bemutatja a fent említett állatokat és növényeket. Ennek a feladatnak a megoldására különösen büszkék vagyunk, hiszen a tanulók a Google webhelyek alkalmazását előzőleg nem tanulták, azt önállóan kellett elsajátítaniuk. Az, hogy ez sikeres lett, azt is bizonyította számunkra, hogy a 8-os tagozatosainkat megfelelő digitális jártassággal engedjük el a középiskolába. Végül mindenképpen szeretném még bemutatni azt, hogy mi, az iskola tanárai mivel kedveskedtünk tanulóinknak a Madarak és Fák napján. Mivel ez az egyik legnépszerűbb rendezvénysorozat, ezért sokan csalódottak voltak azért, hogy ez is elmaradt. Ennek kompenzálására elkészítettük az elmúlt 30 év képanyagából az online galériánkat, amit aztán a jeles napon az iskola honlapján és a közösségi oldalon is elérhetővé tettünk. Sikerét számokban is tudjuk mérni, több mint 1000 látogatója volt a kiállításnak az első héten. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük a bemutatót! A tudatos és alkotó digitális eszközhasználat kiemelt példáját láthattuk, csodaszép weblapok, kreatív kvízek és digitális képek készültek a jól megválasztott és előkészített digitális eszközhasználat során. Most pedig a kategóriában első helyezéssel díjazott, Ki miben erős, erős év 2020 projektjét Bíróné Szabó Brigitta mutatja be. Brigitta, át is adom a szót neked. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Püspök Ladányból. Az Erős Lajos Református Általános Iskola intézményvezető helyettese vagyok, és először is hadd mondjam el, hogy mekkora az öröm és a boldogság itt Püspökladányban, mert több kollégával együtt vártuk a díjátadót, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen elismerést kaptunk, úgyhogy köszönjük szépen, és azt a sok-sok segítséget is a digitális témahét szervezőjének, amivel egyengetitek azt az utat, hogy el lehessen jutni ideig. És természetesen a projektünk háttér történetéről csak annyit szeretnék elmondani, hogy nálunk is, mint hogy az előttem szólóknál lehetett hallani, sok olyan közös iskolai programunk maradt el, például az erős nap, az erős gála, ahol a gyerekek egyébként megmutatják, meg tudják mutatni, hogy miben ügyesek, tehetségesek. Ezért gondoltuk, hogy a digitális munkarend idején is adjunk nekik lehetőséget, különböző tevékenységeket kínáljunk, és ugyanakkor ezzel is a közösségünket tudjuk erősíteni. Egy rövid kis videóval foglaltuk össze ezt az erős hetet.
Köszönjük Brigittának a bemutatót. A veszélyhelyzet miatt a személyes találkozások hiánya minden tanuló és pedagógus számára nagyon megterhelővé vált. Erre a problémára talált kiváló megoldást a projekt, amellett, hogy sok más készséget, többek között a társismereti készséget, az iskolához való kötődés fenntartását is segítették. Mindaz, amit az iskola falain kívül tudnak a gyerekek, épp úgy a tudásuk részét képezi, mint amit a tanteremben közösen ismernek meg, erre adott lehetőséget ez a tanulási folyamat, kreatív és motiváló keretbe ágyazva. Most pedig Henzel György, nívódíjas pedagógus bemutatója következik. Györgyöt fel is kérem, és átadom neki a szót. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Felvidékről, Búcsról. Egy kis létszámú iskola, a Katona Mihály Alapiskola tanáraként üdvözöllek benneteket. A projektünk nem is lehetett más ebben az évben, a Nemzeti Összetartozás évében, mint a Kárpát-medence magyar népe. Kérlek, fogadjátok szeretettel videónkat. A felvidéki kis létszámú iskolánk, a Katona Mihály Alapiskola diákjai idén immár 5. alkalommal vettek részt a digitális témahíten. Mivel a 2020-as esztendő a Nemzeti Összetartozás éve, a projektünk során Trianonnal a Kárpát-medencében élő magyarság gyalázatos szétszakításával foglalkoztunk. A projekt során a gyerekek a Kárpát-medence földrajzával, természeti kincseivel, élővilágával, történelmével, kultúrájával, ősi kincseivel, mondáival, legendáival, meséivel, tájegységeivel, műemlékeivel ismerkedtek meg, illetve ismertették meg egymással a Kárpát-medencében található egyes tanulócsoportok. Az iskolánk alkotni vágyó diákjai számára egy projektnak keretén belül lehetőséget adtunk a digitális fabrikáló műhelyünkben, hogy elkezdődjön a digitális témahetünk. A sürgést, forgást a Kárpát Express, a Kárpát-medencei Magyarság heti magazin műsorának stábja is meglátogatta, és tudósítást készített róla. Az egyes tudományos élményközpontokban is megtalálható digitális homokozót is elkészítettük diákjainkkal közösen. A szoftveres beállítások után a hardware előkészítése és a homokozó konstrukciójának összerakása a gyerekek munkája volt. Amikor az iskolákat becsukták, az oktatás a virtuális térbe költözött. A diákok javaslatára a Discord felületét kezdtük el használni. Ez a felület lehetővé tette azt is, hogy egy időben tudjunk akár interaktív feladatokat készíteni a diákok képeiből, festményeiből, amelyeket otthon készítettek el. Ugyanakkor szófelhők elkészítésére is volt módunk. Jelentkeztek a felhívásunkra is a Kárpát-medencéből. A Discord felületén egy online vizitációt is megvalósítottunk a Váci Módszertani Központ digitális alkotóműhelyében Szoch András vezetésével. Mékerek az online térben címmel egy olyan alkalomra került sor, ahol együtt alkothattak a tanulócsoportok. Létrehoztunk tematikus interaktív térképeket, sőt, az Erdélyben tervezett templomot egy magyarországi iskolában 3D nyomtatásra elkészítve, majd onnan elindítva a digitális fabrikáló műhelyünkben található 3D nyomtatóval nyomtattunk. Az alkalom záró akkordjaként, a magyar nemzetünk összetartozás szimbólumaként Tinkercad-ben visszacsatoltuk a felszakított felületeket. A közös alkotásaink, tisztelgésünk a magyar nemzet nemzetűsége előtt segít tudatosítani, hogy a Kárpát-medence magyarsága a nemzeti határok módosítása nélkül is megmutatkozik. Továbbá hozzájárul az identitás kifejezéséhez és annak megvédéséhez. Köszönjük szépen Györgynek a bemutatót. Henzel György a Digitális Témahét oszlopos tagja. Évről évre rendszeresen szervez nem csak a Témahét, de a Kódvig keretében is projekteket. A Digitális Témahét szakmai fórumának egyik legaktívabb segítőkész tagja, illetve minden évben segíti a szakmai műhelyek, webináriumok során kollégáink felkészülését is. Most pedig következzen dr. Mezei Mónika és Kerek Roland, szintén nívódíjas pedagógusok. Át is adom Rolandéknak a szót. Szeretettel köszöntök mindenkit, Mezei Mónika vagyok, a Budapesti Berzsenyi Gimnáziumban tanítok történelem és latin szakon, és a 11. A osztállyal
készítettük el idei digitális témahét projektünket, ami tulajdonképpen digitális újságszerkesztés volt, és egyben egy időutazás a monarchia korába. És a projektet ugyanezzel az osztállyal már 3 éve vesznek részt ilyen témahéten, és a kollégámmal, Kerek Rolanddal dolgoztunk velük. Üdvözlöm én is a kedves nézőket! Kerek Roland vagyok, én is a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumból. Projektünknek a címe Mi újság a monarchiában? Ebben én magyar tanárként vettem részt, Mónika pedig történelem tanárként, és fogadják szeretettel a bemutatkozó videónkat. A 19. és 20. század fordulója rendkívül izgalmas időszak az osztrák modern monarchiában és a világban. Az ország a milleniumi ünnepségekre készül. Megrendezik az első modernkori olimpiát. Merénylet áldozata lesz Erzsébet királyné Sziszi. Felfedeznek egy új elemet, a neont. Színre lép Ady Endre, és örökre megváltoztatja a magyar költészetet. Fiatal, 20-as éveiben járó férfi keresi élete szerelmét. Ezeket a témákat abból az 5 századfordulós újságból szemléztük, amelyek egy 11-es Berzsenyis osztályban alakult szerkesztőségekben készültek. Irodalmi és történelmi fókuszú projektünk címe, Mi újság a monarchiában? A digitális tanrendben megalakult szerkesztőségek választottak maguknak főszerkesztőt, digitális és olvasószerkesztőt, valamint cikkírókat. Minden újságban szerepelnie kellett kül- és belpolitikai írásoknak, irodalmi és más művészeti recenzióknak, hirdetéseknek, nekrológoknak és bulvárcikkeknek. Ezeket szabadon választható tartalmakkal egészítették ki a diákok. Az újságot a Microsoft Publisher nevű kiadványszerkesztőben kellett elkészíteniük, a címlapot pedig a Canva program segítségével tervezték. A kész újságot az Issue felületén publikálták az egyes szerkesztőségek. A kész újságok olvasóközönsége egy 9-es osztály volt, akik olvasói levelekkel bombázták a szerkesztőségeket. A diákok munkáját ellenőrző listák, tanulási naplók és kitűzők segítették. Az online közös munkát a Trello felületén szervezték meg a főszerkesztők segítségével. A projekt teret adott az egyéni, páros és csoportos munkavégzés gyakorlására, betekintést nyújtott az újságírói szakma szépségeibe és nehézségeibe, valamint komplex kutató munkára ösztönözte a diákokat egy izgalmas korszakkal kapcsolatban. Köszönjük a figyelmet! Mi is köszönjük szépen az előadást. A Berzsenyiben nem először láthattuk, hogy a diákokkal nagyon magas színvonalon a projektpedagógia minden elemére kiválóan építő tanulási folyamatot szerveztek meg Mónikáék. A magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tantárgyak mélyebb összefüggéseire rámutató, interdisziplináris megközelítés mellett minden esetben olyan produktumokat hoztak létre a tanulók, amelyek nem csak összefoglalták, de lehetőséget adtak arra is, hogy a diákok magasabb rendű gondolkodási készségeiket, kritikai gondolkodásukat, kreativitásukat fejleszthessék. Záró előadásunk következik, felkérem tehát a szintén nívódíjas Tóth Éva tanárnőt, hogy mutassa be projektjét. Át is adom a szót. Szép jó napot mindenkinek. Bemutatkozok addig, amíg elindítom a prezentációmat. Tehát Tóth Éva vagyok, a BMSC Petrik Lajos szakgimnáziumának angoltanára, és a Social Redesign című projektünkről szeretnék nektek egy kicsit mesélni, és köszönöm, hogy így megvártatok utolsó előadóként. A projektünkről azt kell tudni, hogy 30 tanórára terveztük eredetileg is. Sajnos pont mi is beleestünk ebbe, hogy végül is teljesen digitálisan kellett a járvány miatt elkészíteni, de szeretnék egy kicsit mesélni arról, hogy mi is tesz igazán különlegessé. 36 tanuló vett részt benne összesen, volt 30 szigorú értelembe vett résztvevő tanuló, akik 3 szakmacsoportból kerültek ki, a 9 és 12. évfolyamból. Ugye nálunk van környezetvédelmi, vegyipari és informatikai képzés is, ezért ilyen vegyes csoportok születtek, és volt 6 mentordiákunk. Nagyon fontos volt, hogy a résztvevő diákok nem feltétlenül ismerték egymást, és mivel ugye digitálisan kellett dolgozni, ezért személyesen lehet, hogy még sosem találkoztak. A projekt oszlopos tagja volt a 6 mentordiákunk,
ők a technikus évfolyamokból kerültek ki, akiknek volt vagy már kódolás hete, vagy digitális témahét tapasztalata, és tényleg ők a mi bástyáink voltak, és segítették az ötletelés és az együtt gondolkodást. Mi volt a fő témája a projektünknek? Fenntartható fejlődésekről, vagy hát ebbe a témakörbe tartozó témákkal foglalkoztunk, mint például az okos városok, vagy éppen a nemi egyenlőségtől kezdve a felelős fogyasztás is nagyon fontos szerepet kapott. Fogyatékkal élő embercsoportok számára készítettek a résztvevő diákok a weboldalakat. Mindenki egy másik fogyatékkal élő csoportot kapott. Foglalkoztunk például az autizmus problémájával, vagy éppen az egyéb fogyatékkal élők, mint például akik esetleg látás problémákkal küzdenek. A végső produktumok, mint ahogy említettem, weboldalak voltak, amiket a diákok saját maguk töltöttek fel angol és magyar nyelven saját tartalommal. Ami úgy gondolom, hogy igazán különlegessé tette a mi munkánkat, az a nagyszámú külső szakértőnek a bevonása. Egyrészt nagyon fontos volt, hogy szakképzési iskolaként egy hidat képezzen a projekt az iskola és a munka világa között. Mivel agilis szoftverfejlesztésről beszélünk, a diákok folyamatos kapcsolatban voltak a megrendelőkkel, akik nem mások voltak, mint külső szakértők az adott fogyatékkal élő embercsoportoknak a képviselői. Óriási megtiszteltetésünkre a mozgásjavítótól, a Vakok Intézetétől is csatlakoztak hozzánk, és még sorolhatnánk, és ők is aktívan együtt éltek a projekttel. Nagyon nagy szerepet játszott egy külső szakértő cég is, a CMV Zrt. Ők voltak a mi alvállalkozóink, akik egyrészt, amíg még lehetett, személyesen tartottak tréningeket a diákoknak, például arról, hogy a HRS-nek milyen feladatai vannak, vagy a cégvezetőnek, vagy éppenséggel technikai segítséget adtak, illetve a projekt során is 10 órányi segítséget kérhettek tőlük a csapatok, és nagyon büszkék voltunk rá, hogy ezt nem is kellett mondjuk mind a 10 órával élni, mert annyira feltalálták magukat a diákok. Úgy próbáltuk a felvezetni a témát, mert egy kicsit olyan nehezen emészthetőnek gondoltuk az elején, hogy egy kerekesszékes diákunk érzékenyítő tréninget tartott, rendkívül motiválóan beszélt arról, hogy hogyan változott meg az életszemlélete, és mennyire az életigenlés mellett döntött, és úgy gondolom, hogy ez egy óriási lökést adott mindenkinek, illetve én csak így hívom őket, a VIP diákok, akiknek már van korábbi tapasztalata a témahétről, és igazából semmivel sem lehet őket távol tartani, hogy visszajöjjenek, és csinálják, és segítsenek, és nagyon köszönjük az ő munkájukat. Nagyon örülünk, hogy a járványhelyzet ellenére sikerült családtagokat is bevonni. Például volt egy feladat interjú készítése, és nagyon nagy megtiszteltetésre az egyik csapat egy nagymamával készített interjút arról, hogy ő hogyan látja ezt a járványhelyzetet. Készült interjú például jövőkutatóval is, és nagyon örültünk annak, hogy az eTwinning partneriskolánkat is be tudtuk vonni, és úgy gondolom, hogy egy igen fontos témát feszegettünk velük, ugyanis egy olasz partneriskoláról van szó, egészen pontosan a szicíliairól, pontosan az olasz járványhelyzet közepén voltunk, és igyekeztük a felelős fogyasztás témáját úgy belevenni, hogy velük kérdeztük őket arról, hogy náluk is volt ez például az áruknak a túlzott felhalmozása, stb. Nagyon örülünk, hogy én már második éve a felsőoktatásból is csatlakoznak hozzánk, és az ELTE PPK-ról Salát Magdolna vállalja évről évre a zsűritag szerepét. Mint már említettem, a járványhelyzet miatt 100%-ban digitálisan kellett elkészítenünk a projektet. Végül is mi a Microsoft Teams mellett döntöttünk, ahol reggeli és délutáni motiváló, illetve összefoglaló, lezáró meetingek voltak. Privát csatornákat hoztunk létre az egyes csapatoknak a mentorokkal együtt, ahova bevettük a megrendelőket is, akik, mint már említettem, szinte csapattagként együtt éltek a projekttel. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Mi is köszönjük szépen, Éva, az előadásodat. Éva a kezdetektől jelen volt a Digitális Témahét programjában. Évről évre kreatív és izgalmas problémafelvetések mentén dolgozott tanulóival, a digitális eszközöket alkotó és hatékony módon alkalmazva. Emellett a Témahét szakmai workshopjain számos alkalommal segített a pedagógusoknak felkészülni és mélyebben megismerni a projektpedagógia jellemzőit. Továbbá a Modern Iskola hasábjain épp úgy, mint a Digitális Témahét szakmai fórumán folyamatos támogatást nyújt a digitális pedagógia iránt érdeklődő pedagógusoknak.
Gratulálunk mindenkinek, és köszönjük szépen neki is a sok éves munkáját. A Digitális Témahét 2020 Teach Meet programja véget ért. Még egyszer gratulálok mindenkinek a részvételéért, a munkájáért. Egyúttal köszönjük minden partnerünknek és támogatónknak, hogy az idei évben is hozzájárultak a digitális pedagógia népszerűsítéséhez. A díjátadó és a konferencia felvétele hamarosan elérhető lesz a YouTube csatornánkon.